megjött Péter, 2010-ben vagyunk, Edith, Feri bátyám. Én is itt vagyok. Pam, how are you? Hi, how are you? Thank you. Misi came, szervusz. Chávez, nézd ide! Hol a bajszod? Hol a bajszod? Áron? Ki mondaná, hogy Áronból főpap lesz? Zalai fedd a képnek. Could you imagine that? Ide nézni. Kezdjük csókolom. Mit csinálunk ma? Oh, yeah, all the time. I was looking for it the other day. There's so many Wallace Pams. I want to just really? Get another name, Pam, because... No. It's Chicago. So find your daughter. Yeah. Mm-hmm. Mi történik itt? Ez barátok között is 85 literes üst. Meg tudod emelni, Misikén? Jövőre. Ha megeszi. Ha megeszi a tortonnal. 160. Gyerünk, fiú, gyerünk, gyerünk. Tekerni, kavarni. Már megvan. Dehogy. Igen. Nem mondjátok hány gram, mert utána baj lesz, azt mondják, hogy elmondjuk a receptet. Fokhagyma kell. Fokhagyma kell 1 kiló. 1 kiló. Az alsót nézed, megszorozod 4-jel. És hogyha megszólod 4-jel, az 1-1-20. Ezért mondom, legalább 1. Tehát 1 kiló. Ez a soly bele? Nem. Alig férünk el a konyhába. Rádu, a nagy magyar, hogy vagy? Rádu Galatban született. Hát persze. És segít nekünk, ugye Rádu? Mennyi egy meg egy? Azt a kutya fáját. Na, nem, akkor nem tudom, nem tudok ezt fogni. És mi történik itt, fiúk? Boxmatch. Misikém, te mit csinálsz? Ne pofasz! Áronkám, te mit csinálsz? Én még nem tudom, mit csinálok, de már nagyon ki vagyok. Péter, te mit csinálsz? Készülök fáradni. Nem fogunk keverni. Ja, Péter tartja. Jó van, Péter, akkor kérlek szépen tartsad ezt, és akkor... De. Hogy majd az értelmiség és az emberek azért lássák, hogy azért én is csináltam valamit. Nem bírtam. Tartjuk. Látod, így kell tartani. Megemlítem, hogy a múlt évben azért dögönyöztem keményen. Most már ki vagy fáradva, nézzétek meg azért a képet, mert az idén is döglött húsból csináljuk. Nem él már az a hús? Nem. Ennyi hús papi módra. Ezt le kéne most írjuk a receptet. Le is írjuk. Barátok között is kilóban ez. Hány kiló? Ez olyan mindenben lakó. 120. 120 kiló? 60. 60 kiló volt. Köszönjük szépen. Kozbukáte, kobukáte. Oké, ne filmjeszéltetek elég. Jó, Anit nem szabad fényképezni. Nem. Nem. Hello. Mit csináljuk? Mit kell fényképezni? Most semmit. Tudnánk azt csinálni, hogy a Beregnek odakészítjük a masszát. Beregnek masszát tudnánk készíteni? Azt mondom, hogy ezt csináljuk, ugye? Áronka, ha te meg tudod a Beregnek a masszát készíteni, akkor szerintem váltunk. Igen. Hát mi azt? Csinálod te a Beregnek. Itt az internet, édesfiam. Itt van az internet. Lori? Feri bátyám? Ja, engem nem tudom. Feri bátyám, meg nekem összesen picivel több mint 100 év. Yes. Úgy van? Yes. 100 év, 100 év. Ez a masszív. Nem tudom, hogy ér. Lili mama hallgat. Mit tetszik ott csinálni? Mit csinál? Mossa, amit? Ezeket, amit eljön, akkor... Jó, beleket.
Fiúk, most mutassátok, hogy van, beforgatjátok a szélit, igen. Közepig nyomod le. Péter, közben a verejtékek azok visszapotyognak a húsba? Az adja az ízet. Arról van, az a secret ingredient. És az asszony jobban fogja szeretni a kolbászt. This is the secret ingredient. Figyeld meg, eszem a szívet. Vagy Lori, majd Aronci, nem nagyon más sem, hogy elkárja még az előtt. Gyert, trebbel szabad. Ja, mert az kávét. Tehát spérdje farmékot upája. Ja, na. Na, erre farmékot. Rádu Garacról van. Ő az igazi magyar támpontunk, a galaci támpont. Magyar vagyok. Magyar vagyok. Ez a vicsorai. Az biztos. Igen, meg. Ezeket is megcsináljuk. Áronka. Most beigli masszát fogunk készíteni. És most beigli masszát is készítünk. És vasárnap délután, ameddig pihent, mert ugye kell pihenni minimum 8 órát, de addig sokkal többet fog pihenni. Mikor azon kész vagy, akkor csak veszük ki a hűtőből, és akkor kezdjük segíteni, és kenjük el a masszát, és akkor sütjük, és utána. Mert el van intézve. Most csak elkészítjük. Szóval akkor beigli massza készítés lesz. Az a papír szegüzet, bekapcsolod-e? Be van kapcsolva, csak meg nyomja egy pont. Csináljak, no. Így, és akkor vegyed fel. Mit vegyed fel? Anis? Yeah. Már vételez? Ja, vételez. Ó, Lori, shit. Hoppá, ugye Lori lapramentálás. Mikor sütünk be egy? Amikor akarjátok. Itt dolgoznak a fiúk. Kell is mondjak valamit? Keményen gyúrják. Mesélj, mit meséljek? Vasárnapra, vagy mikor amúgy mondtuk, hogy fog kereni? A vasárnapra kell. Rádu tartsad az anyját! Újna, újna! Az anyád van. Nincs elvallal, hogy csinálj. Hey. Megérzed a szerencsét. Sicsed a köcsét, már egy bolyás állját. Nézd, fölsz, na bent. Jó, fölsz, ugresd, na, mert fölsz, tízes süssünk, tízesen csak masszát? Most vasárnap szerintem kell. Már szombacába, hogy proszt kérdezik. Közben még ezután akarunk kalácsot csinálni, már is béglit. Erdélybe kalácsnak szoktuk mondani ezt. Nekem jó? Ahogy gondolod, nem. Csináljunk tízet elé. Most tízet csinálunk vasárnap. Tíz elé. Tizenkettőt kell, mert négyesére van. Ja, tizenkettő. Akkor nem kell menni vásárolni, mert sokat tudsz. You have a piece of paper stuck to your foot. Készülök. Fogd hagyma a korbánnak. Én nem mondom, a trükk az, hogy lenyomod, gyorsan vissza. Mert nem húzod vissza a húst, csak nyomod le. Viszont már mindig kiválom. Itt nem van, aki tudja. Ki jobban tudja. Szia, Tamás! Azt a barát, azt a jel. Szerintem. A Lili mama, és mossa belet. Az otthoni szép idők jutnak eszembe. Mikor a disznóvágás. We don't have all the garlic in here yet. Yeah. That was each one that made me. Take a break till the garlic is done because there is no more water here. Yeah, Finom kolbászhoz jól jön a finom pálinka, osztrák pálinka. Kolbászütőgép. Fel van téve. Fiúk a felit már megcsinálták. És nekiállnak a következőnek, mert ez csak a fele az egésznek. Ez csak az első 100 kiló. Egy picit, ja. Tamáska. És Rádu már meg is kóstoljuk.
Kosnoli. Most tettem anyából? Először? Rudi és Emese. Szervusz Rudi, mit mond az a utókornak? Az utókornak? Emese, ha nincs. Rudi megint éhes, pedig most eved. Érti, mi is a dolgát? Mi itt a baj, fiúk? Mindenki lássa, mondjátok ti, mert ti jobban értetek hozzá. Na, le kell tenni. A kolbász, ez másodnapos kolbász, bort öntenek bele. Dori, nézd meg milyen magány, gyere nézed a beleket, úsznak a vízbe. Hát, perc. Tényleg, fel van a fújodban, gyere. Hey, Lori! Anatómia óra. Ez igen, belement egy üveg bor ebbe a kolbászba, ebbe nem ment bele semmilyen bor. Életemben nem hallottam volna, hogy bort esnek a kolbászba, de van olyan, hogy bort egy kolbászba. Hogy vajat nem rakunk. Oké, itt vagyok, ezt is kell nézni. Mit kell nézni? Mi történt? Húha, húsznak a halacskák? Adj egy pusit. Szervusz. Hogy vagy, Tuka? Meg vagy, na jó. Most jöttünk a gyapotföldről. A gyapotföldről jöttetek? Ezt a megcibedet. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez már tiszta? Ez igen. Na jó. Ez a tiszta, az a nem tiszta. Ez is. Na, figyelj, most már jó. Rudolf, hát szervusz, Rudikám. Már próbáltam valahol egyszer. Hát a pici pálinka, hogy? Ja, nem is jöttem. Jó, van, hogy azt tetted, jó van. Rádu Galaci receptelő azt mondta, hogy ő bort tesz még ebbe, és igaz, hogy a gulyásba is tett. A gulyásba is tett bort, és második helyezetet érte. Csabi, if you eat first good sausage and then you drink wine, same thing, you got the wine. But no, it's for tenderness. És közben Feri bátyám befejezte a kolbásznak a kóstolását. Meg. Igen. Ezt nézzétek. Wow, look at that. Very good. Wow. Hey, get your up. Wow. Big bicycle. Nekem valószínűleg fog így. Ahogy Lori, Lori. Guys, tettem a gondítós. Hol van a tű? Don't you have to tie off the end? You got a wet. No, the end, I don't know. They will do it, yeah. Oh, first he has to put the other one on top. Fegyel a húst, zsíros, zsíros, hogy nem meg. Did you put the meat inside? Put the meat inside and then start a little bit. Go ahead. Motor oil. Pencil kolbász. Azt is mutassad majd. Hogy mit? Itt Péter is, hogy verekedik. Péter nagyon haragszik valakire. Szerintem egy... Szerintem valamelyik feka felnyomtott cukrát ma. Ezt majd töröl ki, Lóri. Na, én reddig vagyok, csáó. Mit kell csinálni? Na, Lórikám, ezt így kell kapcsolni. Nem tudom, ide jól néz ki. Csak úgy letárom.